Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Szennyvíz csatorna rendszer Döbrökközön közel 1,6 milliárd forintból készült el a fejlesztés. Jótékonysági motorozás, több százan adakoztak a pécsi vérlovagoknak. Skifi szabadulószoba, rejtélyes terem a Losinszky-Mór megye múzeum padlásán. Hálaadás az őszi terményekért, különleges családi napot tartottak a szekszárdi katolikus iskolában. Elkészült a szennyvíz csatorna rendszer Döbrökközön. A közel 1,6 milliárd forintból megvalósult beruházás nem csak a lakók életminőségét javítja, de a környezetet is kíméli. A projekt záró ünnepségén részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki kiemelte, hogy a 2000 fős településen minden megtalálható, ami egy kisvárosban. Befejeződött a közel 1,6 milliárd forintból megvalósult szennyvíz csatorna beruházás Döbrökközön. Farkas Edit, a település polgármestere úgy nyilatkozott, ez egy nagyon fontos mérföldkő a község életében, hiszen az itt lakók életminősége is javult ezzel. Könnyebbséget jelent, ugyanis eddig az ingatlanoknak a szennyvíze a kertekben létesített emésztőkből közvetlenül a talajba folyt. Ugye ezzel az egészségügyi és környezetvédelmi kockázatot is jelentett az ingatlanok részére, ahol viszont zárt rendszer volt kiépítve, ott pedig a hatalmas költség, a szennyvíztisztítás. Ezek mind megoldódnak a csatorna beruházás kapcsán. A program 2016-ban a pályázat beadásával indult el, a kivitelezés viszont másfél év alatt zajlott le. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki kiemelte, a közel 2000 fős településen 21. századi körülmények alakultak ki a szennyvízberuházásnak köszönhetően. Az elmúlt években nagy számmal nyert el a község magyar falus pályázatokat is, és még reményeink szerint fog elnyerni, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a vidéken élő magyar emberek érezzék azt, hogy olyan kormánya van Magyarországnak, aki a vidéki emberekkel törődik és gondol rájuk. Bár egy hosszú munkafolyamat végére értek, Döbrökköz fejlesztésen nem áll meg, a közeljövőben a település útjainak felújítását végzik majd. Az elmúlt három napban 6688 új megbetegedést igazoltak idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 850.513 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 75, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.567 főre emelkedett. 1588 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 191-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.939.000-en kaptak. Tolna megyében 72 új fertőzöttet regisztráltak hétvégén, így a járvány kezdete óta összesen 18.189-en kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Több százan pattantak szombaton Nyeregbe, hogy motorral Szekszárdról indulva a jótékonysági szezonzáró guruláson vegyenek részt. Mindannyian ugyanis a pécsi vérlovagoknak gyűjtöttek. A vérlovagok két keréken szállítanak vért az egész országban sürgősségi esetekhez. A Tolnai megyeszékhelyen megtartott rendezvényre az ország minden részéről érkeztek motorosok. Több mint 250 motoros indult el szombaton Szekszárdról. A szezonvégi közös túrázásra az egész országból érkeztek kétkerekű járművekkel. Szemesi Tibor a Balatonhoz közeli Ádándon ült Nyeregbe reggel, hogy a Tolnai megyeszékhelyig utazzon. 500 köbcenti, 50 lóerő, ez egy 2017-es kiadás. A mostani közös gurulásnak jótékonysági célja volt, mondta a Gemenc Motoros Egyesület elnöke. A civil szervezet tagjai most motoros polgárőrként az útvonal biztosításában vettek részt. Pécsen fog nyílni a vérlovagoknak egy bázisa. Itt is vannak egyébként, velünk ketten eljöttek, és nekik tartunk egy ilyen adománygyűjtést, hogy ezzel hozzá tudjunk járulni a munkájukhoz. Pécsen ugyanis hamarosan vérlovagállomás nyílik. Ők azok a motorosok, akik az országos vérellátó szolgálattal együttműködve két keréken szállítanak vért az egész országban sürgősségi esetekhez. A munkájuk során pedig gyakran a megengedett sebességet átlépve kék sziréna használata mellett juttatják el az életmentő vért egyik településről a másikra.
A túrának egyébként már hagyománya van Szekszárdon, a mostani a negyedik volt. Pár dologra szeretném felhívni a figyelmet. A közlekedési szabályok betartására, a cipzáralakzat és annak szabályait mindenki igyekezzen legyen szíves betartani, hogy ne legyen baleset. A jótékonysági motorozás mintegy 70 kilométeres távja Szálkán ért véget. A célállomásnál kihelyezett gyűjtőládákba pedig minden résztvevő kedve szerint helyezhetett el adományt a pécsi vérlovagok számára. Tavalyhoz hasonlóan idén is ingyenes lesz az influenza elleni védőoltás, jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Azt is hozzátette, hogy a kormány és a minisztérium elkötelezett abban, hogy minden magyar állampolgár számára térítésmentesen biztosítsa az influenza elleni oltást, nem csak az idősek és a kockázati csoportba tartozók számára. A miniszter kiemelte, azért is tartják nagyon fontosnak a védőoltás felvételét, mert a koronavírus fertőzés magasabb kockázatot jelent, ha más betegséggel is együtt jár. Ezért a kormány mindenkit arra buzdít, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. A házi orvosoknál és az üzemorvosoknál napokon belül elérhetővé válik az influenza elleni védőoltás. Skifi tematikában szabadulószobát rendeztek be a megyei múzeum padlásterében. A programot a Múzeumok őszi fesztiválja keretein belül valósították meg. A játéknak nagy sikere volt, ezért is döntöttek úgy a szervezők, hogy a jövőben is lesznek majd hasonló jellegű játékok. Az egész napon át tartó eseményen 7 csapat vett részt. Nagyon régóta vezettek ide a robotjaim. Gondolom, maguk a következők, akik megpróbálnak kiszabadítani. Masinák a sötétben, avagy Günther professzor kalandos kiszabadítása címmel skifi témájú élőszereplő szabadulószobát rendeztek be a szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum padlásterében. Az eseményt a múzeumok őszi fesztiválja keretein belül szervezték meg. A szabadulószoba ötlete a 608-as számú Scola Caritatis cserkés csapattól származott, akik úgy gondolták, hogy az eddig csak raktárnak használt múzeumi padlástér ideális lenne egy rejtélyes és kalandos játék helyszínének. A cserkészek már dolgoztak együtt a múzeummal, a múzeumok éjszakáján is, csak akkor nem szabadulószobát, hanem ilyen kalandjátékot csináltunk. És akkor már voltunk itt fent, és láttuk, hogy elég jó lenne ez a padlás ilyen célra is, csak sajnos nyáron nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy egy őszi programot néztünk, és az igazgató úr mondta, hogy esetleg akkor az őszi fesztiválon megcsinálhatnánk. A játékra előzetesen kellett regisztrálni az 5-8 fős csapatoknak. Az ötletgazdák a múzeum padlásterének adottságaihoz alakították ki a játék történetét. Ki kell szabadítaniuk egy bizonyos szemét, és ki kell jutniuk vele együtt a padlásról, és akkor ennek van egy ilyen keret meséje, amit mi elmondunk nekik, illetve az élőszereplős játék során a szereplők is elmondják nekik. A játékra 40 perc állt rendelkezésre, ez idő alatt kellett a csapatoknak kiszabadítani a Günther professzort és kijutniuk a padlásról. Az egész nap tartó programon összesen 7 csapat vett részt. A nagy sikerre való tekintettel a jövőben is tervez a múzeum és a cserkés csapat hasonló jellegű játékokat. Első alkalommal rendezték meg a szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskolában az őszi Projekt 7 nevű rendezvényüket. A programok célja az volt, hogy a gyerekekkel megismertették az őszi terményeket és a betakarításukkal járó feladatokat. A különleges oktatás nem csak az iskola falain belül zajlott, a diákok ellátogattak a Decsi TSZ-be és a Kolping iskola kertészetébe is, ahol kivették részüket a betakarítási munkálatokból. A szekszárdi Szent József Katolikus Iskola diákjai hálát adtak az idei bőséges termésért. Az intézmény hagyományteremtő szándékkal őszi projekthetet tartott, ahol a gyerekek megismerkedhettek az őszi terményekkel és azok betakarításának folyamatával. A héten ez egy projekthét volt, az Erntedankfestről szólt, ami egy német ünnep, vagy egy hagyomány, ami egy ilyen háladási ünnep, ami tulajdonképpen a termények betakarításáról szól, és az iskolában is ezt megünnepeltük. Nagyné Szegő Bettina mind a 4 gyermeke ebbe az intézménybe jár. Azt mondja, nagy élmény volt látni a gyerekek arcát, amikor kipróbálhatták az ásást és az üvegházi munkálatokat. Ez az új kezdeményezés, ez nagyon-nagyon tetszik nekünk is. Azért is látom fontosnak, és volt nagy élmény nekik, mert sokan vannak városiak az osztályokban, akik nem nagyon találkoznak azzal, hogy hogyan is kerül a mi asztalunkra az a sok finom étel, zöldség, gyümölcs, amit elfogyasztunk.
Fodor Mihályné igazgató elmondta, egész héten az iskola összes diákja minden tantárgy keretében valamilyen formában megismerkedett vagy dolgozott az őszi betakarítás témájában. Az alsó tagozatosok nagyon-nagyon sok kézműves dolgot készítettek, a bejáratunkat gyönyörűen feldíszítették. Ez folyamatos munka volt másfél héten keresztül. Aztán a felső tagozatosok, akik már könnyebben hajlottak az iskolán kívüli tevékenységre, ők pedig a hét folyamán külső helyszíneken ismerkedtek a valóságos betakarítással, a munkával. Az iskola udvarán a gyerekek kipróbálhatták, hogy milyen szőlőt préselni vagy kukoricát morzsolni, és megnézhették, hogy régen milyen eszközökkel takarították be a terményeket. Mindezeket a szervezők játékos feladatok köré építették. A szülői munkaközösség tagjai az udvaron paprikás krumplit főztek, és a hálaadási ünnepség után táncházat tartottak. Idén is megrendezték a közel 3 évtizedes hagyománnyal rendelkező Drazen Petrovics emléktornát Szekszárdon. Az egész napos eseményen utánpótlás meccsek és egyéb a kosárlabdával kapcsolatos megméretetések zajlottak. Ezek mellett a Szekszárdi Sportközpont tárgyalójában ismeretterjesztő kisfilmet vetítettek a híres kosárlabdázó életéről és pályafutásáról. Nem volt még 29 éves, mikor tragikus körülmények között elhunyt a világ egyik legjobb kosárlabdázója, Drazen Petrovics. A játékos életében is azóta is a kosárlabdázó fiatalok egyik kiemelkedő példaképe volt és maradt. Emlékére 28. alkalommal rendeztek a Szekszárdi Sportközpontban kosárlabda utánpótlás tornát. 4 korosztályban vannak mérkőzések, és a szekszári csapaton kívül bátaszékieket és a bátaszéki, pécsi és nagykanizsai csapat vesz részt most ezen a tornán. Aztán ezen kívül van egy tripla dobó verseny, ami neki nagyon sok erőssége volt, mert mondom, egy kiváló játékos volt, de talán az volt az egyik legnagyobb erőssége, büntetődobó verseny. A sportcsarnok tárgyalójában Drazen Petrovics összegyűjtött relikviáiból készült kiállítás, az életéről és pályafutásáról pedig videókat tekintettek meg az érdeklődők, valamint a résztvevő csapatok tagjai megkoszorúzták a játékos emléktábláját is. Harsányi Mária fontosnak tartja, hogy a gyerekek megismerjék a híres kosárlabdázó pályafutását és a sportban elért sikerei ösztönözzék az ifjúságot arra, hogy érdemes keményen dolgozni a pályán is a siker érdekében. Regionális hírénkkel folytatjuk a híradót. Visszatérnek a múlt romboló erői, a fejlődés a tétkomlón is. Ultramodern teszkennert fejlesztettek a Pécsi Egyetemen, a gerinc elváltozásait elemzik és értékelik. Spéci sportnap Harkányban, a fogyatékkal élő és a tanulásban akadályozott gyerekek versenyeztek. A múlt erői akarnak visszatérni a 2022-es választáson azok a baloldaliak Gyurcsány Ferenc vezetésével, akik tönkretették az országot, tönkretették Baranya megyét, mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója országjárása komlói állomásán csütörtökön. A politikus a fórumon arról beszélt, hogy Komló az elmúlt években óriási fejlődésen ment keresztül. Ez annak a jó jövőbe mutató kormányzati politikának köszönhető, amit a polgármester és a terület országgyűlési képviselője is vallott. Itt sikerült például a 2 számjegyű munkanélküliségi mutatót 1 számjegyűre leszorítani. Ez a fejlődés állhat meg, és fordulhat ismét rossz irányba a város, ha engedjük a múlt erőit újra hatalomra jutni a jövő évi választáson, mondta az igazgató. Magyarország elmúlt 100 évének az utolsó 10 esztendő a legsikeresebb 10 esztendeje volt. Ezt mondta Hoppár Péter, a terület országgyűlési képviselője Komlón csütörtök este. A Fidesz fórumán az elmúlt évtized eredményeit vették sorra, valamint a választásra készülve azt, hogy mit jelentene mindannyiunk számára, ha visszatérne a Gyurcsány Ferenc fémjelezte múlt. Az országjáró eseményen jelen volt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója is. Hollik István azt mondta, Komlón 27%-os volt a munkanélküliség, amikor 2010-ben a baloldaltól átvette a jobb oldal a város vezetését. Ma ez a szám nem éri el a 10%-ot. Ennek a jó kormányzati politikának a lehetőségeit, a jó kormányzati politika által kínált lehetőségeket, azt a város maximálisan kihasználja, köszönhetően Hoppá Péternek. És ezért van jelentősége egy ilyen találkozónak, hogy megerősítsük egymást, hogy ezért dolgoznunk kell. Nem fordulhat vissza a Komló
város, a Komló közössége a múltba, mert az biztos, hogy azzal járna, hogy a város a fejlődés útjára megint lelépne, és szerintem nem ez a komlóiak érdeke. Az előválasztási folyamatban is kiderült, hogy a múlt erői akarnak visszakapaszkodni, mondta az igazgató. Az, hogy most Márki-Zay Péter került az érre, az csak egy hatalomtechnikai húzás. Ettől plusz szavazatokat remél a múlt azok, akik már egyszer tönkretették az országot. Az a tét a jövő évi országgyűlési választáson, hogy ez a múlt visszatérhet-e, vagy nem, fogalmazott a politikus. Ultramodern 3D-s teszkennert fejlesztettek a Pécsi Tudományegyetemen. Az eszközzel a gyermekek és felnőttek helyes testtartását is tudják elemezni, segíteni. A fejlesztés ugyanis leginkább a gerinc strukturális elváltozásait képes lemodellezni. Az elkészült képet pedig 3D-s nyomtatóval is lemodellezik a szakemberek. A tudományos kutatás meghatározó szereplőinek együttműködése, tapasztalataik megosztása és a nemzetközi kutatásokba való bekapcsolódás. Ezek kulcsfontosságúak az innovatív termékek létrehozásához. Ezért indultak el a napokban az innovatív egészségügyi és sporttudományi fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen. Egy olyan innovációs eszköz kifejlesztését terveztük, amely olcsón üzemben tartható, mobilis, nem jár a páciens számára sugárterheléssel, non-invazív, és megfelelő információt szolgáltat az orvos, valamint a gyógytornász szakember számára. Ennek eredménye egy szabadalmaztatási eljárás előtt álló háromdimenziós testszkenner. Az új eszközzel a gyermekek helyes testtartását sugárterhelés nélküli képalkotó eljárással lehetséges mérni és elemezni. A fejlesztés leginkább a gerinc strukturális elváltozásait képes lemodellezni, akár az egyéb degeneratív elváltozásokra vonatkozó további vizsgálatok szükségességét megalapozva. A szkennelést követően az egyén megjelenik a számítógépnek a monitorján, amely pörgethető, forgatható, minden oldalról megtekinthető, szeleteire bontható, és lehetőség van 3D-s nyomtatásra is, amellyel megkaphatja az egyén saját magának a testalkatát, testképét. A szakemberek már dolgoznak a testszkennerhez kapcsolódó mobil alkalmazáson is, melynek segítségével az új eszközt igénybe vevő az adott állapotára javasolt mozgásprogramot kaphat készhez, otthonról végezhető célzott gyakorlatokat ajánlva számára, amely utolsó lépésként mindig szakember által ellenőrzött és egyénre adaptált. A Fogyatékkal Élők Baranya megyei Sportszövetsége idén Harkányban rendezte meg hagyományos Péci sportnapját. A rendezvényre a tanulásban akadályozottakon, a látás, hallás és mozgássérülteken kívül a szervát ültetett, a hátrányos helyzetű és az esenés diákokat is várták. A gyerekek a váltóverseny mellett további hatféle sportágra nevezhettek. Büszke vagyok magamra, hogy első lettem. Szandra Komlóról érkezett a Spéci sportnapra. Erőemelésben indult. Bementünk, és lefeküdtünk, és úgy emeltük föl. A Spéci sportnapon az erőemelésen kívül darts, lengőteke, váltóverseny, zsinórlabda, íjászat és kispályás labdarúgás szerepelt a programban. Melinda épp az aranyérmét kapta meg az erőemelés végén. Voltak konti, korridomban, és jó érzett magamat, és ügyes voltunk. A Spéci sportnapot a Fogyatékkal Élők Baranya megyei Sportszövetsége minden évben más helyszínen rendezi. Idén a Harkányi Kitájbelpál általános iskola is ami biztosította a helyszínt. A rendezvény fővédnöke Baksai Tamás Harkány város polgármestere volt. Elsősorban tanulásba akadályozó gyerekek vannak, ennek oka az, hogy ők vannak szegregált oktatásban, míg a többi fogyatékkal élő specifikum az integrált oktatásba vesz részt, de azért van itt hallás sérült gyerek is, tehát teljesen nyitott, így is írtuk ki, sőt még kiterjesztettük a nem konkrétan a szövetséghez tartozó gyerekekre is a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyerekeket is vártuk ide a mai napra. A rendezvényen 100 fiatal sportolt együtt, akik egymást biztatva versenyeztek. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt a híradó. Szennyvíz csatorna rendszer Döbrökközön közel 1,6 milliárd forintból készült el a fejlesztés. Jótékonysági motorozás, több százan adakoztak a pécsi vérlovagoknak.
Skifi szabadulószoba, rejtélyes terem a Vosinszky-Nor megye múzeum padlásán. Hálaadás az őszi terményekért, különleges családi napot tartottak a Szekszárdi Katolikus Iskolában. Kedden fátyolfelhők szűrik, illetve takarják a napot, esőre nem kell számítani. Általában gyenge marad a délkeleti szél, éjszaka csökken a felhőzet, az előzőekhez képest enyhébbnek ígérkezik a hajnal. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!